Legyünk őszinték, hogy, hogy persze mutassuk ki azt, hogy mi keresztények vagyunk, meg hogy nekünk fontos ez az értékrend, de hogy legyünk őszinték abban, hogy nem mindig tudjuk mi sem ezeket megtartani. Tehát, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, akik mondom ilyen, ilyen szentek társasága. Gréti, én mindig látom rajtad ezt a nyakláncot. És én persze nyilván tudom, hogy ez mit jelent. Úgy, én jól látom egy csodás érem, meg egy kereszt, de hogy volt-e már esetleg olyan, hogy olyan emberek, akik mondjuk nincsenek tisztában azzal, hogy ezek így mi így megkérdezték, vagy hogy így, így erről így érdeklődtek, hogy akkor ez most így a hited, meg ilyenek? A nyakláncommal kapcsolatban még nem, még nem kérdeztek rá, hogy miért hordom, mert gyakran nem is látszódik. Viszont hordok egy ilyen missziós karkötőt, amire az van ráírva, hogy Jézus az Úr, és már másfél éve hordom. És amúgy nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sokáig senki nem kérdezett rá, és mert igen, de amikor elkerültem ilyen világi közegbe, világi iskolába járok, meg világi munkahelyre mentem, akkor egyre többen így rákérdeztek, és nagyon változó volt, hogy hogyan reagáltak. Valaki csak így félve így így ilyen sunyin így, nem tudom, hogy máshogy így fogalmazni, hogy te, te, hívő vagy, vagy nem tudom, és akkor mondom, hogy hát igen, tehát, hogy de nagyon lefagytam, és tehát, hogy hirtelen nem értettem, hogy miért viszajok tőlem, és, és utána nagy évben elkerült az a személy engem is így, tehát, hogy látszott rajta, hogy így, hogy így, így, tart tőlem, hogy hogy fogok reagálni a dolgaira, meg ilyenek, de az a jó, hogy már voltak pozitív példáim is ebből, hogy egyszer jött hozzám egy lány, és akkor ő ugyanezt kérdezte, mondtam, hogy igen, és rám mosolygott, és mondta, hogy de jó, én is, és akkor egyfajta be egymásra mosolyogtunk, és nagyon-nagyon és jó volt. Tehát szerintem, tehát, hogy nagyon sok mindentől függ, hogy így, hogy reagálnak erre az emberek. Én, én azt igyekszem, hogy mindig őszintének lenni, és és amikor bekerültem a, a munkahelyemre csupa felnőtt emberrel, nagyon fiatalnak is éreztem magam, ott, ott nagyon ö, ijesztő volt ezt így kimondani, amikor rákérdeztek, mert szerintem, tehát, hogy mondom, szituáció függő, meg ember függő, hogy ki hogyan reagál erre, de hogy nem tudhatod előre, hogy, hogy ki hogyan fog reagálni, és ez így ijesztő nekem, és nem tudom, hogy, hogy nektek volt-e ilyen még. Elgondolkoztam, arról, hogy, hogy, vannak ezek a jelképek, hogy kereszt meg, meg amúgy rá van írva a karkötő, de, hogy Jézus az úr, de hogy... És, és ezeket hát a, nagyon sokan nem értik, hogy mik ezek, és elgondolkoztam rajta, hogy, hogy amúgy, hogyha mondjuk szembe jönnem velem egy másik vallású, vagy egy, egy, más kultúrából származó ember, akkor, akkor én így megmenném megkérdezni, vagy, vagy mit reagálnék rá, és amúgy tök jó látni, hogy az emberek így nyitottak erre, hogy, hogy így megkérdezik, és érdeklődnek, és szerintem egy alapvető tök jó tulajdonság az, hogy, hogy, hogy így érdeklődünk egymás um, vallása, egymás um, nézetei iránt. Igen, hogy mi az, ami vezet minket, ugye a hit az sokszor ez, ami ami tart, és ami a mindennapokban tovább tol, nekem visszakapcsolva a Grétire, nekem amúgy nem volt ilyen szélsőséges, tehát nem volt, hogy vagy oda jött, hogy jaj, hát szia, hát én is, meg nem megkerült, hanem nekem teljesen semleges volt, mert csak így, így valahogy szóba jött, így random kérdéseket dobáltak hozzám, és akkor ez is. És csak mondta, hát persze, hát, hogy a viharban lennék, nem tudom, hívő, mert úgy gondoltam, hogy azért valamennyire látszik, és teljesen semlegesen érintette. Tehát ilyen is van, hogy ezek a kérdések azért nem teljesen az érdeklődés felől, csak csak úgy jönnek meg néha, inkább csak hogy esetleg rágód, tehát rágódni is lehet az ilyen kérdéseken, meg hogy, hogy hú, ilyen, meg olyan. Szóval amikor nem, nem hallanak, vagy nem vagyunk a társaságukban, az is. Igen. És amit így mondtál meg, kérdésekben is felvetetted, hogy, hogy rengeteg ilyen téma van, ami, vagy um, gondolat, amivel úgymond le vagyunk támadva, ha rondán fogalmazom meg. De mondjuk um, ez meg megérthető, szóval... Igen, é. teljesen, hogy, hogy fú, akkor nem tudom, én, én akkor minden nap koplalok, mert hogy az én vallásom azt akarja, hogy kopláljak minden nap, és amúgy úgy hívott, hogy bajt. Igen. <laughs> és, um, De hát ezt el kell fogadni nekünk is. Mert hát ez, ők abba hisznek, mi má, úgymond másba, hiába gondoljuk, hogy ez jó vagy nem jó, de hogy, hogy nem lehetünk felettük. Igen, meg tehát, hogy azért nem is okolhatjuk annyira őket azért, hogy néha így visszajognak tőlünk, vagy nem tudom, mert tényleg van arra példa, hogy, hogy, ilyen nagyon, nem tudom, hogy néhány ember ilyen nagyon ilyen szigorú keresztényekkel találkozik, úgymond, vagy nem tudom, aki igenis mindenkit meg akar téríteni, és mindenkinek megmondja a tutit, és mindenkinek tart egy ilyen elkölcsi tanúrát, hogy, hogy mit csinál rosszul, és, és hogy, vagy hogyha ne Isten valaki feltárulkozik a másik előtt, akkor rögtön rávágja, hogy hát igen, te a hozni ezért, meg nem tudom, tehát, hogy abszolút van ez, és, és tehát, hogy ez létezik, és, és ez, tehát inkább ezt jegyzik meg az emberek, a, akik nem vallásosak, azok ugye nyilván ezeket a híreket kapja fel a média is, amikor, amikor ilyen nagy botrányos dolog történik, és, és tehát, hogy szerintem annyira nem is lehet őket okolni, hogy amikor ne Isten úgy reagálnak, hogy, hogy nekünk az most így vagy rosszul esik, vagy, hogy most nem, nem, tetszik nekünk. Velem megtörtént már az, hogy, hogy kiderült rólam, hogy mondjuk vallásos vagyok, vagy hogy, hogy, keresztény vagyok, és hogy nem úgy reagáltak, hogy hű, akkor ő, ő, biztos egy ilyen kövület vagy más bolygóról jött, hanem abszolút így, így, pozitív fogadtatás volt, pedig egy, egy abszolút nem vallásos közegben voltam, és hogy inkább érdeklődéssel és kíváncsisággal fordultak felém, hogy azt ezt így hogy. Igen, <laughs> <laughs> szerintem értitek. És hogy az nekem tök jó élmény volt, hogy nem, nem mindenki, nem mindenki um, él teljesen ennek a sztereotípiának, hogy akkor a keresztények nagyon maradiak, és nagyon régi múdiak, és nagyon uh, szigorúak, és nagyon konzervatívak, és nagyon... Tehát, Köszön. hogy ezeknek nem mindenki. Ugye ez kiderült, hogy, hogy, tehát, hogy te mondtad el, hogy valásos vagy, vagy ö, csak úgy szóba, le, tehát hogy hogy derült ki ezt? Hát ez. rákérdeztem ja, rá Egyébként. Ha. És úgy derült ki. Igen, de amúgy szerintem közektől is függ, hogy uh, nyilván, hogyha egy egy vallásos suliba járok, vagy nem tudom, hogy vallásos közegben, akkor jobban, jobban fölmerem ezt vállalni, vagy jobban merem például kimondani egyes témákban a véleményemet, vagy szóba hozni, hogy én ezt máshogy gondolom, és mert tudom, hogy hogy annyira nem lesz idegen nekik, ez a dolog nem fognak rám furcsán nézni. Én most tapasztaltam meg, hogy hogy tavaly egyházi iskolába jártam, most kikerültem, most világi iskolába járok, és hogy abszolút megszűnt az a keresztény buborék körülöttem az a biztonságérzés, és hogy tényleg rájöttem, hogy, hogy egyes dolgoknak, amiket, hogy a, hogyha a hitemmel kapcsolatban kimondok dolgokat, akkor annak súlya van, és hogy, és hogy nem mindegy, hogy hogy fogalmazok, hogy én nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen, hogy ilyen keresztény buborékban voltatok, vagy is az kipukkat, vagy ilyenek. Igen, nekem volt egyébként. Én, én nagyon sokáig jártam egy házi suliba, szerintem majdnem végig a tanulmányaim alatt, és ö, nekem ebből nagyon meglepő volt kikerülni egyébként, és ö, hát elég hamar rájöttem, hogy az, hogy így kikerültem ebből, tehát hogy, hogy, a közvetlen környezetemben már nem mindenki keresztény, vagy nem mindenki ö, római katolikus, mint én, hanem csomó felekezetből vannak emberek. Így rájöttem, hogy ez valamilyen szinten számomra felelősséggel is jár, mert hogy felelős vagyok azért, hogy, hogy ö, Miket mondok meg, hogyan viselkedek. Mindig úgymond így viselkedni kell. Hát Ez most <laughs> az úgy, jó értelmében. De hogy amikor nem keresztény közösségben vagy, akkor szerintem sokkal jobban kell. Tehát, hogy amikor keresztény közösségben vagy, akkor ott az értékrend közös. És ott nem az van, hogy ezt az értékrendet úgymond te képviseled. Az igaz. Tehát, meg, hogy ezért, ezen a téren ha. szerintem, amikor mondjuk egy ilyen világibb közösségbe forog az ember, vagy ott, ahol sokkal több felekezetből is, vagy vallásból megfordulnak emberek, sokkal jobban kell arra vigyázni, hogyha mondjuk, nem tudom, hogy, hogy kicsit így így ugyanúgy közvetlenül meg szeretettel kell fordulni szerintem az emberekhez, de hogy én azért érzem magamon a felelősséget, hogy, hogy tudom, hogyha, nem tudom, hogyha most valakivel nagyon helytelenül bánok, akkor az kicsit így... Így ez szerintem kicsit így a kereszténység is üljeni fog a szemében. Uh -huh. Nem tudom, értitek-e? Szerintem azért az fontos, hogy ne azt éreztessük az emberekkel, mert szerintem ettől van ki nagyon-nagyon sok ember, hogy hogy, hogy hogy jaj, a keresztények azok a tökéletesek társasága, ahova izé mindenfélét el kell érned, hogy bejuss, mert különben kitagadunk, meg kinézünk, meg nem tudom miért. Tehát, hogy nagyon tudja ezt éreztetni a az a, a mi tanításaink, vagy ilyenek, hogy, hogyha ilyen nagyon nyersen fogal, fogalmazzák meg ezeket, és, és az eléggé visszataszító az embereknek, hogy egyből, hogyha mondjuk érdeklődik egy kicsit a hit iránt, és akkor, és akkor mi mondjuk a tanítás és akkor mondja, hogy hát, hogy ezzel nem ért egyet, hogy hát, akkor te el fogsz kárhozni, és akkor szia, te nem játsz közénk. Tehát, hogy szerintem ne fontos, hogy, el, igen, legyünk, de hogy legyünk őszinték, hogy, hogy persze, mutassuk ki azt, hogy mi keresztények vagyunk, meg hogy nekünk fontos ez az értékrend, de hogy legyünk őszinték abban, hogy nem mindig tudjuk mi sem ezeket megtartani. Tehát, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, akik mondom, ilyen, ilyen szentek társasággal. Én ezt abban tudom leginkább érezni, hogy szerintem nagyon fontos, amikor így, így akár keresztény, akár nem kereszt, tehát emberekhez viszonyulunk, hogy hogy ne azt éreztessük, hogy nekünk az öntudatunk az, hogy keresztények vagyunk, szóval, hogy, hogy ez egy személyiségünknek egy, egy része, tehát, hogy, hogy ez, ez, Nyúl, nyilván Én meghatároz rossz, minket igen. a vallásunk, de hogy, hogy nem így, a... tehát hogy nem konkrétan ebből áll a, szere, a személyiségünk, hogy akkor mi keresztények vagyunk, hanem hogy nagyon fontos, hogy szerintem ez a látásmódunk legyen, hogy így az embereket, meg hogy így tudjunk feléjük fordulni, hogy mi keresztények vagyunk, meg, és keresztényként tudjunk itt lenni ebben meg a világban. Az rádban. életvitelünk is, ugye? Ehhez, ehhez kapcsolódik, amikor nem látnak minket az emberek, az is, az is fontos, hogy tehát most ez egy dolog, hogy hogyan látnak, meg betartjuk, meg nem tartjuk be a katekizmus mindenféle csodás pontjait, hanem, hanem, hogy egyedül, és ugye azért, az, mert ezt gondolják, hogy ugye kicsit ilyen képmutatóak vagyunk. És szerintem, tehát tiszteltek, vagy ön tiszteltek, értenek, szóval van ilyen, de hogy az is, az is fontos, hogy egyedül, amikor csak magunk vagyunk, akkor hogy, hogy viselkedünk, és hogy vagyunk. Tehát, hogyha egyedül vagy, és úgy gyakorlod ezeket, akkor sokkal magabiztosabban és önbizalommal tudod képviselni, amikor egy közösségbe vagy, amikor másokkal Uh -huh. találkozol. Igen, meg szerintem egyébként az is nagyon fontos, hogy hogy nem azért vagyunk keresztények, hogy a többi embernek ezt így mutassuk, vagy hogy nem, a, nem csak a többi ember kedvéért vagyunk keresztények, hanem főleg azért, mert hogy ebben az egész vallás meg kereszténység dologban van egy, egy, minden embernél szerintem fontosabb tényező, aki Isten, ugyebár, és hogy, hogy igazából, hogy szerintem ez is nagyon... Tehát, hogy ezt, ezt szerintem észben kell tartani, hogy elsősorban magunk és Isten miatt vagyunk keresztények, nem azért, hogy mondjuk a, a másik embertől mi különöbben legyünk, vagy felsőbbrendűbb legyünk, vagy ilyenek. Kívülről szerintem rengetegen telek csak annyit látnak, mondjuk belőlünk, hogy egy rakás ember, aki betart X törvényt, mert, mert hogy az egyház előírja, és felmerül ilyenkor ugye jogosan a kérdés, hogy úgymond érvényese e még ez, vagy hogy egy, egy 2000 éves intézmény, egy rendszer, ez lehet-e még... Öm... Mai. Mai. Tulajdonképpen az ember maga nem változik, és valahol ezért, tehát én szerintem van létjogosultsága, mert valahogy úgy írták meg, hogy azért ez így, ez nem a helyzethez, meg vagy úgy, tehát úgy nem a helyzethez, hogy nem a jelenkorhoz, nem a technikai fejlettséghez van írva, hanem az ember szívéhez és gondolataihoz. Tehát, hogy ez átível mindent, mert az ember nem változik, csak a körülötte lévő technika és körülmények. Ö, igen, egyszer láttam egy ö, ilyen idézetet, hogy ö, Instagramon, hogy ö, hogy nagyon-nagyon tetszett, és nagyon megérintett, hogy az egyháznak nem haladnia kell a korral, hanem alakítania kell az adott kort. Tehát, hogy azért van, hogy, hogy alakítsa, hogy, ö, hogy abba a kor. Tehát, kor a, az igen. ilyen kicsapongásokat így igen. úton terelje, ahogy minket is, embereket is terel a... Igen, hogy nem az emberek határozzák meg korról korra, hogy, 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 hogy mi az elköcsi, hogy mik az elkölcsi határok, hanem van egy ember, az embertől független elköcsi határ, amit nem az ember szab meg, és azokat mindenkorba, tehát hogy mindenkorba így, így érdemes betartani, mm -hmm. vagy nem tudom, tehát hogy így betartották, vagy hogy meg, ö, megjelent. Meg hát az egyházi ö, tanítások azért, tehát nagyon sok csak így a szalag, úgymond csak a szalagcím cím jelenik meg, de hogyha az így mélyen ö, belemegyünk, és megértjük, és, és arra jövünk rá, hogy ez nem korlát, hanem, ö, hát mondhatnám azt, hogy keret, de hogy inkább a, pont hogy segít, vagy pont hogy a boldogságunkra vezet, vagy pont, pont azért van, hogy nekünk jó legyen. És szerintem itt, itt fordul át egy csomó emberben az, hogy, meg bennem is, bennem is pont ugyanez volt, hogy amikor megértettem, hogy, mit tudom, hogy ne paráznák, hogy ez nem ellenem van, hanem értem hogy majd a jövőben boldogabb legyek. Az emberekben szerintem, vagy hát nem tudom, nem éltem 2000 évvel ezelőtt, de szerintem akkor is meg volt bennük ez a vágy, hogy, hogy egyrészt, hogy Istenhez kötődjenek, és hogy valami náluk felsőbbrendűhez és természetfelettihez kötődjenek, meg szerintem így, így ezek a hogy ezek így az egyház, meg ez a vallás, meg ezeknek a tanításai abszolút abba az irányba terelnek, ami, ami szerintem minden életkorban is, meg minden korban is abszolút ö, érdeklő, vagy hogy ö, hát illik, kapcsolódik az emberekhez. Igen, 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 igen. és hogy, hogy szerintem ezért mindig releváns lesz az egyház, meg az egyházi tanítások. És lehet, hogy mondjuk fejlődni fog a korral, mondjuk olyanokba, hogy nem háttal miséznek a papok, vagy, vagy hogy magyar nyelvű a mise, vagy hogy lefordítják a Bibliát ilyenekkel, hogy nyilván fejlődnie kell a kornak, de hogy szerintem ezért sosem lesz elavult az egyház. Mert hogy az alapmagja szerintem az mindig aktuális. ti Ti hogy érzitek, hogy hogy igen, hogy mi ezeket a, az egyháznak, meg a, a, vallásunknak a tanításait, meg a kereszténységnek a tanításait, mi azért igyekszünk megtartani, és hogy igyekszünk ezek szerint élni. Tehát, hogy az életünkben ezek a, az útmutatók. És hogy mit gondoltok, hogy mondjuk miben más mondjuk így ilyen szempontból a mi életünk, mint mondjuk egy olyan embernek, aki mondjuk nem tudom, nem vallásos, vagy, vagy más vallású. Tehát, hogy szerintetek a kereszténység miben nyújt más életformát, mint mondjuk a többi más dolog. Szerintem nagyon fontos ezt lehet tisztázni, hogy, hogy ez azért éri meg nekünk, amit, amit kérdeztél, hogy, hogy miben más, hogy, hogy nem, nem egyszerűbb. Tehát, hogy azt nem mondhatjuk ki, hogy egyszerű kereszténynek lenni, hogy könnyű, sőt. Tehát, hogy nagyon nehéz. Tehát, hogy jó, ez főleg nem, a mai világban, de ez hogy az, ez, ez nem, nem így ez vagy izé, csak néha tényleg ne, néha Csak, nehéz. hogy egy nehéz, tehát, hogy nem, de hogy nem azért vagyunk keresztények, mert hogy ez olyan könnyű, mert hogy, meg hogy akkor így izé, nem tudom. Meg én, akarunk. Meg igen, valók. vagy, vagy azért, mert kiváltságokat élünk meg ezzel, ezáltal, hogy nem tudom, hanem, hanem mert ez az igazság, és tudjuk, hogy ez az igazság, és nem tehetünk úgy, mintha nem tudnánk. Én egyszerűen mindig azt éreztem, hogyha, meg hát azt is érzem, hogyha ha egyszerűen nem lenne hitem, vagy hogyha nem, nem, lenne kapcsolatom Istennel, ha nem tudnék hozzá kapcsolódni, akkor annyival kevesebb lennék, és annyival kevesebb erő lenne bennem. És hogy én, én nagyon sokszor nem értem azokat az embereket, akik mondjuk nem vallásosak, de úgy, úgy semmilyen módon, mert hogy Igazából a vallás egy nagyon nagy lifehack az élethez, ahogy, hogy hogyan tudod sokkal jobban csinálni, és sokkal szabadabban. Tehát, Akármilyen hogy... vallást azért nem szabad magadra. Akartani, de <laughs> Jó, de... <laughs> de... de ez... Jó, hát én Ami... most az én vallásomról beszélek, most ingen. egy vallásom van, úgyhogy most ingen, ingen. nem tudok nyilatkozni. Igen, amit mondtál, hogy szabadnak lenni, hogy én abszolút azt élem meg a, a mi egyházunkban, hogy, hogy abszolút szabad lehetek, hogy, hogy, hogy igen, vannak törvények, amiket úgymond az a jó, ha betartom, vagy nem tudom, de hogyha nem, hogyha nem teszem, hogyha elbukok, akkor szabad, és egyrészt szabadságom van abban, hogy, hogyha én úgy döntök, mert szabad akaratom van, akkor nem kell követnem, abszolút ez rám van bízva, és, és, ha így is döntök, akkor is, ö, akkor is nem kell szégyelnem ezt, nem kell elbújnom, nem kell Ö, jaj, mit fognak szólni, jaj, ezt nem mondom el most a közöli alkalmon, mert ez tök ki, vagy ezt nem gyónom meg, mert ez tuti, ez kinéz a pap, meg kitagad, meg nem tudom. Tehát, hogy, hogy az, a, az, a, biztonság, hogy, hogy mert, hogy, hogy, Isten egyszerűen elfogad úgy, ahogy vagyok, és nem kell se a világnak megfelelnem, ö, s, így a, a, emberek, tehát, hogy az embereknek sem kell megfelelnem. Képzeljétek, hogy nekem van egy tanárom, aki lélegeztetőgépre került, még annok karanténban, és hát nem túl sok esélyt adtunk, úgyhogy túlélni vagy nem tudom, szóval. Orvosok, hát igen, meg, igen. meg így. <gül> <gül> hát a múlás, szerintünk a félelmetes, hogyha vagy hogy ülünk a covid -a, és egyszer egyik napra a másikra bekerül a kórházba, a... vagy nem tudom ja, és, ja, öreg, és az áll. a durva, hogy az egész iskola imádkozott érte, és öt nap alatt lejött a lélegeztetőgépről, és utána tök gyorsan, x hét múlva már tanította a súriban, És... De ugye ilyen a... alkalmat rendeztetek neki, hogy Hát a ilyen imán. közös, közös imáns imán, voltak. Imán, igen. Igen. igen, ezt Az ilyenkor nagyon, nagyon, jó, nagyon jó látni, hogy hogy mondjuk így, így, hogy abban, hogy bennünk van egy egy nagyon fontos közös dolog, ami összeköt minket a vallásunk, és hogy ez mekkora erőt tud adni, mondjuk bármelyikünknek, ha bajba kerül, ezt szerintem nagyon jó érzés látni, és ilyenkor. Tehát, hogy nagyon jó, hogy ezen az úton sose járunk egyedül, hanem mindig együtt vagyunk. Tehát, hogy például nem tudom én is, hogyha egyszer volt, hogy láttam a buszon egy lányt, akinek nekes táskája volt, és akkor tudtam, hogy á, ő is volt a nekem önkéntes, és akkor ez így, így jó érzés ilyenkor így kapcsolódni, és tudom, hogy ha nem vagyok egyedül, és együtt járok ez, másokkal ezen az úton. Meg amúgy sokszor érezzük ugye azt, hogy egyedül vagyunk, de kicsit olyan, mint a, a sok a pisztrángok is, hogy elbújnak a kő alatt, de nagyon sokan vannak, ez nagyon fontos, de és ugye ők mindig az áral szembe úsznak, és akkor úszol az áral szembe, és egyszer csak találsz meg egy hasonló embert, és ha ah, jó, akkor te is pisztráng vagy, akkor megyünk tovább. Csak hogy az fontos, hogy ugye ez, hogy egyedül vagyok, ez sokszor, azért, bennem azért sokszor volt, hogy, hogy hát, hogy találok-e olyan hasonló gondolkodású embert. Plotvis találtam, csak hogy hogy mégis azért ez, ez fejbe kell tenni. Nagyon sokan vannak ilyen emberek, csak csöndesek, és hogy bátornak kell lenni, és oda kell menni, és esetlegesen vagy cselekedetekkel, vagy fel is vállalni. Nem, ez, ez, ez lenne a következő kérdésem, vagy én ezen gondolkoztam most, hogy ti így felvállaljátok ezt, hogy, hogy el, még a neveteket sem mondjátok el, és én keresztény vagyok, vagy pedig cselekedetek által majd kiderül. Hát én, én nem szoktam így, így zászlót lobogtatni, meg felvonulni, hogy én keresztény vagyok, de de hogyha rákérdezik, akkor nem is rejtem véka alá. Tehát, hogy, hogy én igazából erre tényleg nem úgy tekintek, hogy az identitásom, mármint, hogy valamilyen szinten az is, de hogy ez, ez, nem attól vagyok mesi, mert keresztény vagyok, hanem ez, ez inkább csak a, az, az, egy olyan, mintha egy szemüveg lenne, ami látom a világot. Egy és. Mesi vagyok és. Keresztény. Igen, ez egy és. Például az előbb említett tanáromnál volt, hogy egy katolikus súlyba járok, és ő tudtam már, nem, nem hívőként ö, jött oda. És, és, és mikor ö, kórházba volt, akkor ő tudta, hogy hogy mi imádkozunk érte. És ez is kicsit olyan, hogy... mondátok mondtátok neki, vagy vagy csak... Tehát honnan tudtam? Igyekeztünk kommunikálni yeah. vele, még mm. nem volt idegeztetőgépen. gépen. Meg, meg így az ember szerintem így, így tudja, hogy mit várjon el a Szóval szerintem Aha. kitalálhatta is. Aha. Nagyon megható ez a történet. egyébként. Igen, számomra is egy óriási um, példa, és tényleg iskola példája annak, hogy Isten hogyan cselekszik, és reméljük, hogy egy podcast adásban a, ezt a tanáromat is meg tudjuk meghívni, és, és ő el tudja majd mesélni, hogy, um, hogy mit éltett pontosan. Az, az, ez Szerintem Kármilyen. majd, majd tudunk vele az, beszélgetni. Főleg az, hogy felnőtt korban mi meg voltunk keresztelkedve, ilyen családban voltunk, de azért nagyon érdekes, hogy egy, egy olyan ember, aki felnőttként érett fejjel tapasztalja meg ezeket a dolgokat, az hogyan reagál, mit él meg. Igen, hát nyilván tök más, mint mi, mikor tényleg ahogy szokták mondani, hogy te a hitünket az anyatájjal együtt szívtuk. <laughs> Életemben nem de egyébként én egyébként az, azt, 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 azt még hozzátenném, hogy, hogy az oké, okay, hogy szerintem itt mindannyian keresztény családba születtünk, és hogy örököltünk egy hitet a szüleinktől, de hogy szerintem ez ránk is ugyanúgy vonatkozik, hogy akkor lesz élő a hitünk, hogyha ezért minden nap teszünk, és hogy nem csak a, az egyházi közegünkben, hanem a világi közegünkben is, tehát, hogy nem csak a mondjuk az egyházközségünkben, vagy a gyülekezetünkben, vagy a családunkban, hanem, hanem kint is, mert hogy hogy attól, hogy még örökölsz egy hitet, az még nem lesz élő, és szerintem csak úgy tudunk mondjuk hitelesen keresztényként, vagy vallásosként jelen lenni a világban, hogyha a hitért minden nap küzdünk mi is. Mm. És, és szerintem ez, ez azért elengedhetetlenül fontos. Tehát, hogy az, hogy mi örököltük a hitünket, szerintem az nem egyenesen arányos azzal is, hogy van hitünk. Meg amúgy szerintem ti is ismertek fixen legalább egy olyan ismerőst, vagy embert, aki, aki mondjuk keresztény családban született, de hogy... Mostanában mégsem annyira, vagy Meg így szenetes Egyébként igen. igen. És fordítva is van nagyon sok. Igen. igen, fordítva is van. Nem, mert, tehát, hogy nagyon sokan szeretik azt mondani, hogy, hogy csak azért vagy vallásos, mert hogy a szüleid is azok, vagy hogy a családod az, még nem tudom, de hogy. De hogy amikor hit és hit között szerintem van különbség, hogy amikor, amikor már tényleg elérkezel egy olyan ponthoz, hogy a, amikor így megjön a tudatod, vagy nem tudom, hogy, hogy amúgy hogy egyszer csak fölébredsz vasárnap reggel, és akkor hátad közepére kívánod a misét, és akkor így elgondolkoz, hogy amúgy miért megyek a többiekkel, vagy amúgy nekem ez mit jelent, vagy ez, ez mi történik egyáltalán ott, vagy, vagy ilyenek. És, és szerintem, nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de, de szerintem kell, hogy legyen egy olyan pont az ember életébe, amikor, amikor ő emellett dönt, hogy én mostantól ezt követni akarom, hogy én mostantól nem most ö, akarok egy saját hitet, nem a szüleim hitét akarom, nem a családom hitét akarom, hanem azt akarom, hogy legyen egy saját hitem, ami az enyém, és, és ami, ami erős, és amikor ezt én, és, és akkor. Elfogadnom. Igen. 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 Amúgy nektek volt már olyan, hogy ezért a, a saját hitért, ami benned így így ki kellett már állatok. Tehát, hogy mondjuk valakivel ilyen vitába keveredtél, vagy valaki megkérdőjelezte, vagy ilyenek volt már olyan, hogy, hogy ezért így ki kellett, hogy álljatok? Nekem egyszer volt egy barátnőm, akivel ő, így szerettem hitvitázni, de hogy én abszolút úgy értem meg, hogy hát csak így beszélgetünk, vagy nem tudom, de hogy egyszer így, így beszélgettünk, és így a fejemhez vágta, úgymond, hogy hogy, hogy, hogy egy csomó dolgot nem mer nekem elmondani, amit ő csinál, vagy amit átél, mert hogy ő tökre attól tart, hogy én elítélném őt, vagy hogy úgy reagálnék, hogy, hogy az fáj, vagy nem tudom, hogy mondjam, és, és annyira rossz volt, és akkor elkezdtem ezen gondolkozni, és, és nagyon rossz volt rájön, nem, hogy valószínűleg igaza van, hogy, hogy amikor, a, amikor megkaptam így a felnőtt hitemet, úgymond, vagy nem tudom, hogy mondjam, akkor nagyon átestem a ló túloldalára, és szerint, tehát, hogy, szerintem sokan vannak így ezzel, hogy kicsit túltoltam, hogy nem tudom, hogy mondjam, hogy, hogy tényleg, de én de abszolút úgy éreztem, hogy engem legalábbis így a jó szándék vezérelt, vagy nem tudom, hogy így tényleg kimerjem mondani azt, hogy én mit gondolok, hogy szerintem mi a helyes, csak arra nem figyeltem, hogy, hogy ne bántsak meg vele másokat például, és ez például oda vezetett, hogy én azt a barátnőmet emiatt elvesztettem. És akkor nekem az egy tök jó lecke volt így az élettől, hogy, hogy a hit az továbbra is így gondolom, hogy nem magánügy, de hogy nem mindegy, hogy így lenyomod mások torkán, vagy inkább csak, csak élsz, és, és próbálsz úgy élni, hogy másoknak az vonzó legyen, ahogy, ahogy te vagy, hogy, hogy, hogy ne viszonyogjanak. Viszonyogjanak. Igen, tőled. Szívesen. Vagy ettől az egész vallástól. Igen, hát igazából nekünk is meg kell tanulnunk egy vitakultúrát, vagy hogy I mondjam, abszolút. hogy egy kommunikációt, amikor én úgy, úgy gondolom, hogy tudom a saját igazságomat, és azért is kell az a másiknak. És Pont itt jön a sokat emlegetett alázat, és, és, és érzékenység a, a másikra, hogy, hogy valahogy meg kell tanulnunk jobban öm, átlátni másoknak az élethelyzetét is, és, és szituációit, és lehet, hogy most az ő életében rohadtul nem fél bele az, hogy, hogy legyen egy vallása, vagy higgyen valamibe is, és... és és akkor jó, most... Egyébként én ezzel vitatkoznék, hogy az életében nem fér bele. Mármint, hogy szerintem én nem tudok elképzelni olyan élethelyzetet, amiben ne férne bele a azzal töltöd az idődet, amivel te szeretnéd. Hát meg, hogy... meg, nem is az, hogy... Tehát, hogy oké, okay, ez végül is jár valamennyi idővel, mert elmész misére, meg elmész Isten tiszteletre, meg imádkozol, meg ilyenek, de hogy szerintem ez sokkal... Tehát egy, én, én abszolút hiszem, hogy nincs olyan élethelyzet. Sőt, szerintem én azt látom magamon, hogy, a legkritikusabb élethelyzeteimben volt a legerősebb az Isten kapcsolatom. Én nem teljesen így értettem a... Bocsi, akkor nagyon letámadtalak. Nem teljesen így értettem a dolgot, inkább úgy értettem ezt az élethelyzetet, hogy, hogy mondjuk az az élető akkor nem látja be, hogy, hogy amúgy nekem szükségem van egy Istenre, akinek mondjuk vannak szabályai, és, és nem vagyok rányitott, akkor akkor nyilván el fogom hajtani azt az embert, aki jön az ő istenével, és hogy, hogy csináld ezt, csináld azt. Igen. Egy egyébként szerintem kicsit az is, bocsi, hogy szerintem kicsit az is a baj, hogy, hogy ilyenkor az emberek szerintem annyira nem, nem nagyon látják, hogy, hogy mondjuk egy, egy vallás nem feltétlenül bekorlátoz, és hogyha be is korlátoz, akkor, akkor az nem feltétlenül a rossz irányban teszi, és hogy én ilyenkor általában arra szoktam megpróbálni rávilágítani az embereket, hogy de hogy ezt nem erőszakosan mondom nekik, csak hogy én, én arra szoktam ügyelni, hogy az én példámon az látszódjon, hogy, hogy vannak szabályok, amiknek így meg kell, hogy feleljek, vagyis hát inkább, hogy meg, meg szeretnék akarsz. nekik mm -hmm. felelni. De hogy ettől én még nem leszek be és nem leszek szabályokhoz kötve, sőt, én pont, hogy azt érzem, hogy ezekben teljesedek ki a legjobban, és hogy szerintem az ilyen emberekben vagy nem tudom, hogy ez, ez el így a, az emberek és mondjuk a, az egyház között, vagy a, vagy a, vallás között a kommunikáció ennyire, hogy, hogy, ezt így, így hiszik, csak hogy én mindig erre igyekszem, hogy kicsit ezt a sztereotípiát leromboljam, hogy akkor most itt nagyon szigorú feltételeknek meg kell, hogy felelj. Nekem se ez a, az, hogy szorongok attól, hogy most mikor rontottam el valamit, mert ezer dolgot folyamatosan elrontok általában, de hogy most ez nem az önbizalom hiánynak a jele, csak csak hogy ez, ez bennünk van, és például, hogy, hogy én amúgy nem is szeretek így kiállni, és azt mondja, hogy keresztény vagyok, meg, meg, ilyesmi, hanem ez, hogy, hogy cselekszem, és, és az, hogy vidám vagyok, és boldog, és, és segítek, és ezt csinálom, és azt csinálom, és önmagamat adom. Én azzal próbálom azt ö, mutatni, hogy akkor, hogy én, nekem van, lehet, lehet, hogy van nekem ilyen vallásos, bármilyen beütésem, aztán ha tényleg valakit érdekel, azok tehát nekem az a tapasztalatom, ha valaki tényleg érdekel az, hogy te hogy gondolkodsz, akkor egyedül fog odajönni. De hogyha csoportosan jönnek oda egy falkában az emberek, hogy akkor most mesélj erről meg arról, az, az de én abban nem is szoktam beleállni, mert akkor kb. olyan kérdések jönnek, hogy Isten teremt egy követ, amit ő se tud felemelni, akkor azzal mi van. És akkor ezek a kérdések, ezek abszolút nem arra vonatkoznak, hogy te hogy gondolkodsz, ez csak a provokáció. Amíg nem akarod, ezt csinálni, addig nem fogod tudni tehát, hogy szerintem az kell, hogy először a vágy legyen meg, és ez csak úgy lehet meg, hogyha hogyha találkozó Istennel. Meg az elhatározás. Ez el, nagyon, hát, nagyon, nagyon fontos. A és nagyon sokan érzést. És nagyon sokan például érzést keresnek ezáltal, hogy, 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 hogy érezni akarja a hitét, vagy tudom most én nem érzem ezt a kereszténységet, vagy nem tudom, de ez, ez nem mindig érze. Tehát, hogy ezt, ezt nem, nem egyfajtában izé el vagyok telve az Istennel. Volt és... is, is az egyik nővér, hát most lehet, hogy Teréz anya, de lehet hülyeséget mondok, de hogy nem tudom, 15 évig igen. nem érezte, vagy Igen, élete utolsó Ez mondjuk él, már egy fejlett él, dolog, igen. mert hogy tehát van ugye, hogy de van hogy ez a tehát, hogy, hogy, akaratból is kell, meg szívből, meg elméből, ez egy, ez egy teljesen más dolog, de hogy, hogy tehát van ilyen is. Abszolút. Igen, mert hogy Egyébként, basi, hogy ennek kicsit így úgymond így a, a visszája is van. Tehát, hogy például a Vilai Szent volt ez, hogy ő, ő 19 évesen bevonult szerzetes rendbe, és hogy egészen 40 éves koráig, ugye egy szerzetes rendben, úgyhogy naponta járt szentmisére, meg mázat meg nagyon sokat imád. Tehát, hogy szerzetes életet élt, és csak ilyen 40 éves korában tért meg igazából, és 40 éves korában jött rá, hogy amit 19 éves kora óta csinál, az igazából annyira nem nevezhető vallásnak, inkább csak szokásnak. És hogy szerintem ilyenkor nagyon, tehát hogy nagyon szerintem fontos ilyenkor kicsit így, így mérlegálni, hogy akkor ezt most mennyire, mennyire hogy csinálja az ember. Szóval, hogy, hogy, ez fordítva is lehet ez ben a szituáció. Bennem is meg volt ez a szemléletváltás, hogy a vallás az nem egy ilyen kötelező dolog, hanem az inkább az eszköz arra, hogy amit é, amiben én hiszek, abban, abban, fejlődni tudjak. Én inkább így, én nem azt mondom, hogy vallásos vagyok, hanem, hanem hiszek. Ívő vagyok, igen. Tehát, hogy az, azok között van különbség, hogy nekem sokszor kérdezték, hogy Gréti, akkor te a családoddal így nagyon vallásosak vagytok? És akkor így hát most ha kívülről nézzük, vagy nem tudom, akkor igen, járunk szentmisére, gyónunk, áldozunk, stb. De hogy inkább azt mondanám, hogy hívők vagyunk, mert, mert mi ezt nem azért csináljuk, hogy ezt most kipipáljuk a listánkon, hogy na, akkor még közelebb kerültem a, nem tudom, a üdvözödéshez, vagy én nem tudom, hanem, hanem azért, mert, mert tudjuk, mert, hisszük, hogy, hogy, ez jó nekünk, jó a környezetünknek. hogy benne. Igen, Van. bízunk benne. Igen.